Széchenyi mondta, hogy úgy kell egy embernek élni, cselekedni, mint hogyha ő rajta állna az ország sorsa. Szerintem azért vagyunk a világon, hogy valamilyen célt véghez vigyünk, amit valamilyen felsőbb erő adatott meg a számunkra. Szerintem mindenkinek van egy küldetése, amit teljesítenie kell. Sose gondoltam volna, hogy egyszer ugyanaz a látvány fog fogadni a délvidék elcsatolt területein, mint amikor Texas államban jártam az Egyesült Államokban. Közvetlenül a magyar határ mellett orosz olajfúró tornyok néma felkiáltó jelként állnak, és szünet nélkül hajlonganak. Tótfalu itt található, most Szerbiában. Egy maroknyi közösség, a délvidéki magyarság egyik szellemi központja, ahova eljöttünk, hogy megkérdezzük őket. Mi végre is vagyunk ezen a világon? Ez a kisfilm azért készült, hogy megerősítse minket mindennapi küzdelmeinkben, és hogy fel tudjuk ismerni az ármány mai megtestesülését, és hogy végül a jót is meglássuk. Egymásban. Harcolnátok a magyarságért magatokért? Biztos, hogy harcolnánk érte. Harcolnál-e a magyarságodért és magadért és a hazádért? Harcolnánk, persze. Harcolnátok-e magatokért és a magyarságért? Igen, igen. Gyönyörű! Harcolnátok a magyarságért magatokért? Igen. Igen. Jó. Harcolnál a hazádért? Igen. Itt nálunk még valamennyire van itt Közép-Európában, vagy Dél-Európában, szerbek, horvátok, románok, szlovákok, lengyelek, magyarok. Itt azért van még valamilyen nemzeti érzés, csak az a baj bennünket meg úgy sikerült összeveszíteni ezeknek a gonosz erőknek, sátáni erőknek, úgy szoktam mondani, hogy nem nagyon akarnak itt megbékélni. Pedig ha ezek a népek itt össze tudnának fogni, itt extra lenne. Már csak egy nagy falat kellene ott Bécs alatt húzni, ott a nyugati határon, és ottan lehetne jó nagy ellenőrzéseket csinálni, itt még mi szépen úgy, hogy Széchenyi István megálmodta Dunamenti Országok Szövetsége szépen, és mi nagyon jól eldekelnénk itten. Mindenünk meg tenger, itt élelem, buzaföldek, hegy, ásványi kincsek, erdő, minden. Együtt is éltünk itt 1000 éven át szinte. Most mi bajunk volt? Csak aztán jöttek azok, akiknek nem kellett volna, hogy jöjjenek. Őket is befogadtuk szeretettel, aztán felünkre nőttek. Az én küldetésem az, hogy minél több fiatalnak segítsek, hogy a sportban nagyon sok sikert elérjen. Én úgy érzem jelenleg, hogy ez az én célom, és ezen az úton próbálok tovább haladni. Az itt lévő foci akadémia az 10 éve működik, azóta közel 7 generáció végigment az akadémia képzésén, abból a 7 generációból sikerült elérni, hogy több játékos játszik magyar MB2 mezőnyben, valamint egy játékos a 10 év alatt az kiugrott abból, kiment a Kölnbe, a Bundesliga első osztályba, majd most jelenleg a holland első osztályba játszik. Szerintem a magyarok azok nagyon kreatív emberek.
csak szerintem ezt ők se tudják magukról, meg nagyon sokan nem is tudják kamatoztatni. Az itteni vajdasági magyarokban az a legnagyobb probléma, hogy minket úgy neveltek a szüleink, nagy részt, 70-80%-ban, hogy dolgozzál, fiam, az a biztos megélhetés. És akkor nem mernek lépni, hogy kreatívak legyenek. Félnek, hogy megváltozik valami, az a biztos, amit kapnak, az itteni kis pénz, az ő nekik nagyon sokat jelent, de viszont nem tudják, hogy mi rejlik a saját tehetségükben. Hát nem tudom, én mertem lépni, nekem nagyon sokat jelentett. Számomra ez egy etikai kérdés, hogy mit adok a fogyasztómnak, illetve mit teszek a családom asztalára. Ha én 15 éve nem váltok és konvencionális termelést folytatok azokkal a potenciálokkal, amikkel akkor rendelkeztem, ma anyagilag biztos, hogy sokkal előrébb lennék, vagy több volna, nagyobb anyagi hátterem lenne, többet tudtam volna anyagilag megvalósítani. De viszont így érzem jól magamat a bőrömbe. Mi végre vagyunk a világon ön szerint? Mi? Mi végre vagyunk a világon ön szerint? Hú, hát ez a kérdésre hogy tudok én felállni? Mi végre vagyunk a világon? Miért vagyunk a világon? Hát ez most... Azért ne így. Itt vagyunk az Aracsi Puszta templomnál, a bánságban, nem messze Törökbecsétől, itt folyik nem messze tőlünk a Tisza. Hát az Aracsi Puszta templom, itt valaha egy település volt, több ezer lakosú település, és a településből már csak ez a templom maradt, amit a nagy pusztaságban áll, ezért nevezik Puszta templomnak. Valójában a Puszta templom a délvidéki magyarságnak a szimbóluma, tehát itt van hányattatott sorsban, az idő vasfogai által megtépázva, templom rom, valójában beszakadt tetővel, de mégis itt van és áll, ugyanúgy, ahogy mi is. Kicsikét mi is meg vagyunk tépázva, néha elég hányattatott volt a sorsunk itt délvidéken, de mégis itt vagyunk mi is. Valójában a Puszta templom a délvidéki magyarság egyik legjelentősebb épített kulturális öröksége, a Bácsi vár mellett, és tehát ez egy szakrális hely gyakorlatilag. Egyetlen egy alkalommal hagytam el a falut 3 hónapra, amikor a NATO bombázás zajlott, és utána is mindjárt az első lehetséges alkalommal, amikor kinyitották a határt, hazajöttem. Hát én azért nem mentem külföldre, mint a többi honfitársam, mert én megtaláltam itt délvidéken is a lehetőséget, amiben tudok érvényesülni, valamint egy-két nézet eltérésen van az ott élőknek az életminőségével, meg az életkörülményeivel. Szerintem sokkal jobb itt, úgymond itthon élni, azt csinálni, amit szeretsz, mint külföldön bármi más csinálni, amit nem szeretsz, csak a pénz miatt. Tehát elmenni nem szeretnék. Mm-hmm. Tehát én itt szeretnék maradni. Nincs is tágbe, úgyhogy... Uh-huh. És boldog vagy itt? Hát most... Na, mondjuk, hogy igen. El szeretnék menni külföldre, mert hogy is mondja, mert én úgy látom jónak, hogy az a helyes, hogy én mindig többet akarok látni világban. Van az az ember, akinek el kell menni ahhoz, hogy megtalálja a boldogulását. És az nem azt jelenti, hogy ő örökre ment el. Tehát mindig ott van a lehetőség neki, hogy visszatérjen, és lehet, hogy
hoz nekünk egy olyan segítséget, információt, bármit, amitől aztán esetleg helyben tudunk jobban boldogulni, mert nézzük csak meg a magyar nagyjainkat, hát nem kevesen vannak, akik világot látott emberek voltak, és adtak a magyar népnek utána, és tudták jobban segíteni, mint anélkül, hogyha nem mentek volna el, ugye, illetve nem láttak volna világot. A vajdasági nép az teljesen más, mint az anyaországi nép. Én szerintem most nem akarom megsérteni az anyaországiakat, de szerintem ők önzőbbek, mint a szórványban élő magyarok. Tehát mi közvetlenebbek vagyunk, nem tudom, hogy humor tekintetében is szerintem jobban értékelik ezek a külhoni magyarok, mint az anyaországiak. Az én küldetésem az, hogy minél több fiatalnak segítsek, hogy a sportban nagyon sok sikert elérjen. Én úgy érzem jelenleg, hogy ez az én célom, és ezen az úton próbálok tovább haladni. Ha most teljhatalmat kapnál Magyarországon, a Magyar Foci Akadémián, a magyar futball világban, mi lenne az első lépésed, amit megtennél? Hát az első lépésem az lenne, hogy a képzési tervet, ami jelenleg működik a magyar fociban, azt teljes egészen lecserélném, valamint a magyar futballt már több évtizede visszahúzó személyeket, azokat kisöpörném onnét. Mert ahogy van jelenleg, az úgy nem jó. Valami nem működik. Megvan minden körülmény, megvan minden, de valahogy mégsem működik. És mik a sejtéseid, hogy miért nem működhet a rendszer? Hát a magyar fociban hatalmon lévő emberkék nem engedik azt meg, hogy például az olyan fiatalok, akiknek megvan a tudásuk, tudják, hogy mit kellene tenni, hogy az egészet megreformozzák, mégsem engedik, hogy úgymond bevezessék azokat a dolgokat, amik szükségesek ahhoz, hogy a magyar fiataloknak úgymond a szemlélete is változzon a fociról, meg utána tudjanak benne fejlődni. Mert a képzési terv az nem működik így, ahogy össze van úgymond tákolmányozva. De nagyon sok szakember van Magyarországon, aki tisztában a dolgokkal, tudja, hogy mi lenne a megoldás, és nem jutnak úgymond lehetőséghez, hogy ezt bebizonyítsák. Itt Tótfaluban teljes egészében úgy kaptunk szabad kezet, hogy ugye nem eredménykényszer van az akadémián, viszont a gyerekeket úgy tudjuk bevezetni az egész fociba, hogy ugye legkisebb kortól nincs eredménykényszer, viszont már, hogyha felér a 18-19-es, U18-9-es korosztályig az ifjéig, ottan már úgy építsük fel a képzési tervet, hogy ottan már eleve benne van az, hogyha U19-ben játszik, akkor magától tud gondolkozni azon, hogyha befejezi az itt lévő pályafutását, akkor tovább tud lépni, és így saját magát tudja rávenni arra, hogy küzdjön és csinálja, hogyha ebből meg akar élni. Mit találtam rá erre az egészre, hogy én benzinkúton dolgoztam, és akkor volt egy kollégánk, akiket így mindig szivattak a munkatársak, és akkor hát, hogy én ne maradjak ki a dologból, én úgy próbálkoztam, hogy fogtam egy tollat, meg egy törlőgumit, és akkor lerajzoltam karikatúrában. És én azt gondoltam, hogy ő majd ezt eldobja, és nem így történt, ő bekereteztette, és kirakta az automosónak a falára, és akkor így kezdődött ez az egész rajzolás. Persze bennem volt ez már régebb óta ez a tudás, csak eddig nem kamatoztattam, szüleim azok mindig mondták, hogy menjek tovább, de ugye hát szülők azok nem értenek hozzá. És akkor utána, amikor volt egy ilyen váltás az életünkben, hogy kaptam egy felmondást a benzinkúton, és akkor én úgy döntöttem, hogy most már nem fogok senkinek sem dolgozni, csak saját magamnak. Hát ugye az első 4-5 hét az elég húzós volt, de utána beállt egy rendszer, és akkor így ez bejött, ez történt 4 éve, és azóta ez működik. Úgyhogy
úgyhogy van sok megrendelés, van munka, tehetség az adott, ezzel kell, ezt tudom kamatoztatni. Mi dolgunk-e világon? Hát erről lehetne sokat filozófálni. Nekem az a véleményem, hogy az a dolgunk a világon, hogy amit örököltünk a felmenőinktől, azt megőrizzük, és továbbadjuk az utánunk következőknek. Az embernek a gondolkodási módját teljesen meg kellett változtatni. Addig, amíg egy konvencionális termelő szinte bármi áron azt tartja szem előtt, hogy megmentsen egy kultúrát, és a legnagyobb terméshozamot próbálja elérni, addig a mi esetünkben nem ez az alapvető gondolkodási forma. Én úgy vallom, hogy a legkisebb termésnek is örülni kell, akármennyire kevés, és ha ne adj Isten úgy hozza a sors, hogy valamilyen kártevővel vagy betegséggel nem tudjuk megmenteni tőle a kultúrát, akkor hát uram, atyám, tudni kell veszíteni is. Vannak olyan dolgok, amik még ezt követően alakultak ki, például nekem van egy olyan szokásom, hogy onnantól kezdve, hogy nem hideg a föld, én nem igazán szoktam lábbelit hordani a saját tanyám környékén, illetve a földeinken, és hát vannak ilyen olyan mendemondák arról, hogy ez mennyire, tehát a direkt kapcsolata földdel, illetve a földnek a pozitív rezgéseit így tudja az emberi szervezet átvenni. Nem tudom. De hogy jól érzem magam úgy, illetve jobban érzem magam úgy, és már tavaszon alig várom, hogy levethessem a bakancsot, mindig azt lesem, hogy van-e már elég meleg a föld, akkor tehát csak pozitív választ tudok adni, hogy valami biztos van. Fiataloknak mit tudnák javasolni kezdő lépésként, hogy a közösséget akarnak építeni? Csináljanak maguknak egy szuper közösséget. A legszuperabb közösség az egy jó család. Minél nagyobb létszámba. Az a legjobb közösség. Attól jobb közösség nem kül. Mondjuk lehet fokozni, több család összefog. Az már családok közössége, az már nagyon jó. Tehát ez az elsődleges. Türelem, meg szeretet. Tehát úgy kell hozzáállni a dolgokhoz. Meg kell találni cél az könnyen meg lehet találni a célt. Megmenteni a világot, vagy megváltani a világot, ez a legjobb cél egyébként, a világot meg kell váltani, az kicsibe kell mindig kezdeni, otthon kell megváltani. Tehát nem mások portálja előtt söprögetni, meg másokat tanácsot adni másoknak, mit hogy kell csinálni, otthon. Tegyük rendbe a dolgokat, és hogy otthon rendben van, akkor lehet aztán a szomszédnak is segíteni akár. Utána az utcának is lehet, aztán a településnek, aztán egy adott körzetnek, és egyszerűen csak tényleg meg fog a világ változni, és tök szuper dolog lesz. És ez jó. Thank you.